Nál érkeztünk a következő megállóhoz. Ez itt mögöttem a Palaoka Strica monostor. Ez a 13. században épült, szóval kb. Már ilyen 700 éves körülbelül. Bemegyünk és majd körbe tekintünk, hogy hogy is néz ki ez az egész. Na srácok, az a különbség a monostor és a kolostor között, hogy a monostor az egy komplexum. Itt éltek a szerzetesek, dolgoztak, aludtak és imádkoztak. A kolostorban pedig ott mondjuk nem kellett a része legyen az egésznek a templom, vagy akár az egyéb tevékenység, mint például az alvás, étkezés. Még annyit, hogyha jön a barátnőtök, akkor minden bizonnyal kapni fog egy jó hosszú szoknyát, mert itt nagyon meleg van, eleve rövidebb nadrágban jönnek a csajok, szóval ilyen jó hosszú szoknyát fog kapni minden egyes csaj és nő, aki ide betéved, mert nem nézik jó szemmel a szép női lábakat és a combokat. Amint látjátok, a monostorból gyönyörű a kilátás a tengerre. A monostor területén található egy kisebb múzeum és egy szuvenírbolt is. A múzeumban főleg régebbi ruhák, képek és mindenféle kellékek tekinthetőek meg. Maga a monostor magasabban helyezkedik el, szóval miután körbejárjátok, lefele menet egyből egy strandhoz juttok, ahol le tudjátok magatokat hűteni. Pirosunk van! Üssön megállunk, még az a szerencső. Elérkeztünk a mai utolsó megállóhoz. Ez itt Görögországban a Kaiserstrand kilátó. Ha minden igaz, akkor itt a legszebb a naplemente az egész Korfun. Szóval nyomunk itt a timelapse-et és megnézzük, hogy milyen szépen megy le a nap. És még egy kis info, itt a kilátó mellett van egy homokos tengerpart, ott voltunk főni ezelőtt, azt is tudom ajánlani. Kicsit hidegebb a víz, mivel ez az északnyugati részén van a szigetnek, szóval kössétek fel a gatyátokat. Ilyen szép kilátás mellett tudtok felmenni a híres kilátóba, amely a legmagasabb pontja a helynek.
Ugye itt kellene látni a legszebb naplementét az egész szigeten, de az az igazság, hogy a magas fák lombkornái már olyannyira nagyra nőttek, hogy pont eltakarják azt a helyet, ahol lemegy a nap. Erről sajnos nem írnak az interneten, csak ha már itt van az ember, akkor szembesül ezzel a ténnyel. Szerencsére van itt egy étterem, amely rögtön a kilátó mellett van, ott akár egy romantikus vacsora közben is megtekinthető a naplemente. Így néz ki az a bizonyos naplemente, ahogy elhagyja az a bizonyos égitest a horizontot, és utána egy kis füstcsíkocska jelenik meg a tenger távoli pontján. Gyönyörű látvány. Reggel pedig a szállásunkon ilyen napfelkelte fogadott minket. A feltörő nap, ahogy kibújik a hegyek mögül, nagyon durva, sok fiatal csaj a szállásról, még mesztelenül is kiárt fürdeni, sajnos ezek a felvételek már nem fértek bele a mai részbe. Miután megreggeliztünk, elindultunk, hogy egy teljes napot csak strandoljunk és napozzunk. Ahogy látjátok, srácok, ott messze, benne a tengerben olyan sötét kékes a víz, azt megyünk megvizsgálni, hogy mi is az. Elég sokat be kell úszni, de... hajt a kíváncsiság. Amint látjátok, valami növényzet található azon a helyen. Itt kb. Ilyen 10 méteres mély lehet a tenger. Most, hogy rájöttünk, mi az a sötét valami itt a távolban a tengerben, mehetünk vissza is a partra. Itt a part felett nagyon durva ez a kavicsos rész, nézzétek meg! Na, menjünk kajálni és napozni! Ezzel vége is lenne a görögországi kalandjainknak itt Korfun. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be Facebookon, link a leírásban, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!